Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2020. augusztus 14-én pénteken. A pontos idő 20 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Magyar Nóta délután. Programok mezőtúra a korlátozás függvényében. Ismét egy vidám, kellemes kültéri program színesítette a város napjait, ugyanis augusztus 2-án szabadtéri Magyar Nóta délutára várták az érdeklődőket a szervező Búzavirág népdalkör tagjai. Balázsné Piroska, a dalkör vezetője elmondta, nagy örömmel fogadták, hogy a vírus után most egy kicsit felszabadulva előadhatták kedvenc nótáikat, elszavalhatták kedvenc verseiket, ugyanis ki tudja, mikor lesz rá legközelebb alkalom. Isten hozott kedves vendégeit, érezzétek jól magatokat! A koronavírus járvány miatt a mezőtúri civil klubok működése is korlátozódott, így a Búzavirág népdalköré is. A mai napon rendezték meg, ha jól tudom, az évben az első rendezvényüket, de egyébként az évben nagyon aktívak, több rendezvényt szoktak rendezni. Mit tudhatunk a mai napi Magyar Nóta délutánról? Ez úgy kezdődött, hogy amikor ugye oda voltunk március 11-én gyomán nőnapozni, utána, amikor bejöttünk, akkor berobbant a baj, és hát akkor 3 vagy 4 hónapig mi otthon, úgymond, hogy már magam alatt voltam. Mondtam az asszonyoknak, hogy megkérem a főnökeimet, a Bordás László urat, meg aki ugye engedélyezi, hogy amikor egy kicsi hézag lesz ebbe a hullámba, akkor én egy szabad téren szeretnék egy ilyen mulatos, tehát nem is annyira ilyen színvonalas, hanem mulatos rendezvényt, hogy örüljen a városnak, adjuk tisztelettel és szeretettel, teljesen ingyen, bérmentve, nincsen belépő, és hogy örömet szerezzünk már azoknak, akik állandóan bent ültek a szobába. Akinek a lelke beteg, gyenge Shaka
úgy nevesszük el, mi hülyeségből, hogy augusztus 2-e. Az rajta maradt, hogy augusztus 2-én délután, vasárnap délután fogjuk megcsinálni, ha a jó Isten is letekint ránk, és letekintett, és nagyon meleg sincs meg, meg jó idő is van, és kitaláltam én ezt, hogy itt legyen, mert bent nem lehet még közel annyira egymáson, ott a körön pedig egész nap ugye a 30-40 fokban, mi már ugye a 70-80 fele vagyunk, nem bírjuk ki, és ezt így én találtam ki, és a Bordász László meg helyeselte, és azt mondta, hogy jó lesz, és így jutottunk el idáig. És ezt a városnak küldjük nagyon nagy szeretettel. Thank you.
aki bírja, ha bárhogy is másodat utak. Thank you.
Hogy legyen az is, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy minden héten egyszer hétfőn miért járunk be ide az énekterembe. Tehát az volt az első csokor, hogy az énekkar mit tud. Utána meg aki ugye vállalt szólót, ketten énekelgettek, meg hároman, aki bevállalta, az meg aztán bele mindent, ami belefér. Jaj, hát az nagyon sok tervünk van, drágám, nagyon sok, csak a hullámok mikor jönnek. Most ugye akarunk, szeretnénk, van egy kirándulásunk Egerbe, ha sikerülne, lehetne menni most Szarvasra, ugyanígy zenével mulatni, táncolni minden, akkor augusztus 30-án Szolnokra vagyunk, aki a kerti partira, oda a Holt Tisza Ákhoz híva, a Kávási Ica klubjába, de már ő nem él szegény, akkor szeptember 5-én Tiszaföldvárra vagyunk híva, szeptember utána egy hét múlva Csabacsürdre volnánk híva, de esküdik az unokám, ha az esküvő is meg lehet tartani. Akkor október 3-án lenne egy ilyen ebédes műsorunk itt a Juta terembe, ahova ugye azokhoz, akikhez mink el szoktunk menni, azokat meghívjuk, és akkor itt mulatunk. És még egy magyar nóta délután szerveztünk október 20-ára, szerettük volna, de már sokszor elment a kedvünk, én is, nekem ez az életem. Hát az, hogyha még megbírjuk csinálni, aztán nem beszélve arról, ugye azok, akik, hogy milyen megyünk, azok majd meghívnak bennünket, akkor megyünk oda,
megyünk, visszaadjuk, megyünk, jövünk, megyünk, és énekelünk, és énekelünk, és énekelünk a városnak, meg a környező falvaknak. Magyarország kormányának döntése alapján továbbra is fennmaradnak a korlátozások a zené és táncos rendezvényeket illetően. Ez mező túron is számos rendezvényt érint, elsősorban a soron következő Artúr Fesztivált és a Túri Vásárt is. Arról, hogy hogyan alakulnak a rendezvények városunkban a korlátozások értelmében, Bordács László ügyvezető nyilatkozott stábunknak. Magyarország kormányának döntése értelmében augusztus 15-e után is érvényben marad a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó korlátozás. Ennek függvényében hogyan fog alakulni a mezőtúri rendezvények sorsa? Hát mi is nagyon sajnálatosnak tartjuk a bejelentést, hiszen a KFT-nek, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Non-Profit KFT-nek az egyik fő tevékenysége a közművelődési programok szervezése. Nyilván, ahogyan a jogszabály is mondja, 500 fő alatti programokat a továbbiakban is lehet tartani, mint ahogyan az a közösségi házban meg is valósul, hiszen az itt lévő klubok jönnek, rendezvényeket szerveznek, azokat meg is tartják. Erre egy jó példa volt augusztus 2-án vasárnap a Búza Virág népdalkörnek a nóta délutánja, amelyet ugye a kollégáim jöttek, és akkor nyilván a lehetőségeink szerint segítettük a rendezvénynek a megvalósítását, de az, ami sokkal a fájóbb volt a számunkra, hogy a Túri Vásár, illetve a Túri Vásárral kapcsolatos egésznapos színpadi programok, és azt megelőzően az Artúr Fesztiválnak azon szabadtéri programjai, ahol nyilvánvalóan a rendezvény nagyságából tulajdonképpen az következett, hogy mi sem tudjuk azokat a programokat megtartani. De emellett azért nagyon szeretnénk azt, hogyha mégsem maradnának a mezőtúriak programok nélkül, azt szeretnénk, hogyha olyan formában tudnánk megrendezni, hogy az 500 főt tudjuk garantálni. Ezt hol tudjuk biztosítani? Zárt helyszínen. Olyan helyen, ahol tudjuk számolni a nézőknek a számát, de azt fontosnak tartom hangsúlyozni, és ez benne van a jogszabályban is, hogy az 500 főt a rendelet úgy értelmezi, hogy abban benne vannak a szervezők, és mindazok, akik egy adott programban részt vesznek. Tehát mondok egy példát, szeretnénk majd, hogyha a Dalvarázs együttes fellépne, már megvan a tervezett időpontunk is, és a tervezett helyszínünk, amely a Belvárosi Református Nagy Templom. Tehát itt azért a Dalvarázs együttes énekesekkel együtt kell érteni, amit mondtam is, az 500 fő alatti létszámot, illetve nyilván a kollégáim is ott lesznek, és ott például tudjuk azt számolni, hogy hány fő van jelen a programon. De ugyanilyen tervünk között szerepel például a katolikus templombeli koncert is, ott majd a Vivace kórus fog fellépni, és azok a programok, amelyeket a Túri Fazekas Múzeum udvarára szervezünk és tervezünk, hát azok pedig még jelen állapot szerint folyamatban vannak. Így ugye a Túri Vásárt augusztus 23-án szerettük volna megtartani, de ez így a rendelet alapján nem lehetséges, így és az Artúr Fesztivál is meghiúsult. Viszont szerettük volna, hogy a hosszú hétvégén ne legyenek a mezőtúriak program nélkül, így Mezőtúrváros önkormányzatával közösen arra gondoltunk, hogy természetesen az intézkedéseket betartva, a jogszabálynak megfelelően megtartunk kisebb eseményeket. Így augusztus 20-án kezdődik majd a hosszú hétvége programjai, amely a Kultúrpiknik nevet kapta. Augusztus 20-án már szokásosnak mondható, hogy a Városi Galériában a mezőtúri képzőművészeti alkotótelep záró kiállítása fog megnyílni. Ez 15 óra 30 perckor, külön mégis együtt címmel. Majd a Túri Fazekas Múzeum udvarába megyünk át, ahol a városi ünnepség veszi kezdetét a Mongol Agrár ZRT népdalkörével és a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjával. 18 órakor pedig egy zenés irodalmi előadást tekinthetnek majd meg, természetesen az ünnepi program körben, Rátekint árva világod címmel, ahol a Békés Csabai Jókai Színház színészei és táncosai fognak majd érkezni hozzánk.
A programsorozat folytatódni fog majd a péntek, szombat, vasárnapi napokon is, amikor a Túri Fazekas Múzeum udvarában a Vonalak, Fonalak című kiállítás megnyitójával veszi kezdetét a nap. 16 órakor, 17 órától a gyermekeket várjuk a múzeum udvarban. Azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon közkedvelt ez a terület, hiszen a gyerekek szabadon az udvarban szaladgálhatnak és játszhatnak. Így a Mosoly udvar népi játszóház hozza el a játékait, valamint érkezik hozzánk Herbály András egy bűvészsóval, és Molnár Orsi zenés műsora gyerekeknek veszi majd kezdetét. 20 órakor pedig a Cimbali Band zenekar fogja zárni ezt a napot. Közben pedig a közösségi házban Derzsi György Lehár estje, egy zenés monodráma veszi kezdetét 17 órakor a nagyteremben. Szombaton is több helyszínre tudnak kilátogatni az érdeklődők, hiszen természetesen nem csak mezőtúriakat várunk, hanem a térségben élőket is. A római katolikus templomban Takács Nikolasz érkezik hozzánk. 16 órakor és 17 órakor a Vivace Kamara kórus tartja meg a szokásos hangversenyét. A belvárosi református templom fog majd helyet adni a Dalvar Ezső együttes hangversenyére. Ők is már szokásos módon minden évben fellépnek nálunk. Természetesen ebből a sorozatból sem szerettük volna őket kihagyni. Ők 18.30-kor érkeznek a templomba. A Túri Fazekas Múzeum udvara is várja ezúttal is az érdeklődőket, ahova 19 órakor a mezőtúri Kis Viki és kísérete Csezsolt fog egy akusztikus koncertet adni, majd 21 órakor a Dos Diabolos formáció lép színpadra, akiket a név a Gangsta Zolit és Takács Vilkó takarja, ők is egy akusztikus dúóval lépnek fel, többnyire blúzokat hallhatunk tőlük, és az este folyamán az estét majd DJ Soli fogja zárni, majd egy kis tarpalával út húz itt a Túri Fazekas Múzeumban. Másnap, augusztus 23-án, ugye ekkor lett volna a Túri Vásár, amely is a nagy bánatunkra elmaradt, hiszen most mindenki várta, hogy a Túri Vásár az új helyszínen kerül megrendezésre. De szerettük volna ezt a napot is valamilyen szinten pótolni. Így a Túri Fazekas Múzeum lesz a helyszíne a Kézművesek a Közösségért, Közösség a Kézművesekért című programnak, amely a Mesterségek teréhez hasonlóan különböző népművészek fognak majd érkezni, és bemutatják azokat a mesterségeket, amelyeket ők ápolnak a mai napig. Közben népi játszóház lesz itt a múzeumban körhintával. 10 órakor a Vidám Manók gyermekzenekar koncertje fogja a kicsiket szórakoztatni, és 13 óra után pedig egy kisebb zenei csemmegét tartogatunk az érdeklődők számára. A mezőtúri mazsor egy csoport fogja megnyitni a délutánt. 13.30-kor Oswald Marika, 14 óra 15 perckor Grácia Hegedű trió, 15 órakor Gergely Róbert lép színpadra, és 16 órakor a Derzsi zenekar fogja zárni a, azt lehet mondani, a 4 napos programsorozatot. Nagyon fontos kiemelni, hogy a rendezvények ingyenesek, viszont a kollégáimmal karszalagot fogunk osztani a bejáratnál, hiszen ezzel tudjuk számolni a bent lévőket, semmiképp nem szeretnénk, hogy ebből bármilyen nemű probléma legyen. Fontos figyelemmel kísérni ezt, hiszen nem csak ugye a látogatók, hanem mi szervezők is beleszámolunk, illetve a hangtechnikus kollégák is az 500 főbe, tehát erre azért nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Ez érvényes lesz a belvárosi református templomra is. A katolikus templomba, illetve a közösségi házba úgy eleve nincsen ekkora befogadóképesség, ott nem fogunk karszalagozni. Mit tudhatunk a programsorozat támogatóiról? Természetesen fő támogatunk mezőtúrváros önkormányzata, de köszönjük a Gál Ferenc Egyetemnek is a támogatását, hiszen ők is egy projekt keretén belül tudják támogatni eseményünket, valamint köszönjük az intézményellátó KFT-nek is a munkáját, hiszen nélkülük egy programunk sem valósulhat meg, illetve ugye a szervező a Mezőtúri Közművelődési és Sport KFT, ahol azt lehet mondani, hogy minden kollega kiveszi a részét a munkából. A karszalagon kívül a programsorozaton lesz-e más óvintézkedés, amelyet majd be kell tartaniuk a látogatóknak, gondolok itt például a maszkokra. A maszk használata nem kötelező ajánlás, illetve a 1,5 méter betartása is. Természetesen mindenkit megkérünk arra, hogy ne itt mezőtúron alakuljon ki gócpont, így a koronavírus kapcsán, hogy azért, hogyha valaki úgy érzi, hogy az egészsége nem megfelelő, akkor az nem feltétlen kell, hogy közösségbe jöjjön. Ugye várunk mindenkit szeretettel, de nagyon szeretnénk arra
mások egészségére figyelni, illetve a magunk egészségére. Úgyhogy figyelni fogunk természetesen, és megtesszük az intézkedést, hogyha a helyzet úgy hozza. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adásra jövő hét pénteken is várjuk majd önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra! We'll be right back.